Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Muzslai Kábel Televízió kedves nézőit! 2021. advent második vasárnapját ünnepeljük. Az idei adventi időben egy lelki olvasmányra, egy lektúrára hívom a kedves nézőket, és önmagamat is, mégpedig, hogy ebben az adventi időben megvizsgáljuk a vágyainkat, amelyek mozgató rugói gondolatainknak, cselekedeteinknek, szavainknak és döntéseinknek. Ezen a lelki zarándok úton Anselm Grün, bencés szerzetes lesz a kísérőnk, aki a Vágyaink című könyve alapján tart tükröt számunkra, hogy hogy is állunk a vágyainkkal. A szerző ebben a művében beszél arról, hogy a vágyaink az emberi életünknek a mozgató rugói. És ugyancsak beszél arról, hogy ezek a vágyaink lehetnek romboló vágyak, illetve arról, hogy szükséges ezeket a vágyainkat formálni, alakítani, és néhány gondolatot is kínál ahhoz, hogy ezt hogyan tehetjük meg. A romboló vágyaktól az életadó, örömteli vágyakhoz. Elsőként a szerző a romboló vágyaknak a különböző formáit és fajtáit sorolja fel. Idézem Anselm Grün Vágyaink című könyvéből. A vágy egy másik formája az ösztönöknek való kiszolgáltatottság, a szexualitás utáni csillapíthatatlan sóvárgás. Ez a szexuális elveszettség manapság kevésbé egy baráttal vagy barátnővel kapcsolatosan mutatkozik meg, nem annyira a vágyak konkrét kiélésében. Pszichológusok arról számolnak be, hogy napjainkban egyre inkább félnek a megélt szexualitástól, mert ahhoz oda kell adniuk önmagukat, és meg kell szabadulniuk saját énjüktől. Sokak számára ez túl veszélyes. A szexualitás utáni vágy ma sokkal inkább abban nyilvánul meg, hogy az interneten megszaporodnak a keresések a szexuális ábrázolások tartalmak után. Azok az emberek, akik az interneten ilyen pornográf megjelenítéseket néznek, nyugtalanok. Nem tudnak megnyugodni, nem tudják élvezni a szabad idejüket. Képtelenek arra, hogy nyugalomban egy könyvet olvassanak. Néha ez szabályszerű függőség. Minden szabad percben az interneten szexuális tartalmakat keresnek. Fiataloknál a fentiekkel ellentétben egy másik, ám éppen olyan kényszeres viselkedést figyeltem meg, írja a szerző, minden szabad pillanatukban ránéznek a közösségi hálóra, hogy nem érkezett-e virtuális barátaiktól új hír. Állandóan tudni akarnak a többiek tevékenységeiről. Sokaknál bizonyára ez érthető. A közösség utáni vágy hajtja őket egy anonimizált világban. Másoknál azonban az, hogy állandóan tájékozódni akarnak a többiek tevékenységéről, függőség is. Az a vágy, hogy tudjanak a barátaikról, rendelkezik még egy fokozattal. Általában mindenről informáltak akarnak lenni. Az interneten azonban ma olyan sok információ található, hogy annak soha nem lehet a végére érni. A vágy egy másik módja a mindennapi dolgokba való gondterhelt belebonyolódás. Annyira belemerülünk a hétköznapokba, hogy elfelejtjük a pillanatot, ahelyett, hogy jelen lennénk benne, engedjük hajszolni magunkat. Emellett általános jelenség a transzcendens, a természet fölötti elvesztése, amely összefüggésbe hozható az ember önmaga körüli keringésével. Sokan az élet felületes szervezésébe kapaszkodnak, egész életük a következő esemény megtervezéséből áll. Az egyik eseményből
a másikba ugranak, és soha nincsenek jelen. A vágy ma gyakran a felszínességbe való egzisztenciális belebonyolódásban fejeződik ki. Minden felszínes, lényegtelen, mély értelem nélküli. Létezik a birtoklási vágy is a maga különféle formáiban. A vágy, hogy egyre több pénzt birtokoljunk, hogy egyre több profitot termeljünk, egyre jobban meggazdagodjunk. Létezik ennek egy olyan formája is, amelyet fösvénységnek nevezünk. A mohóságnak ez a formája ráadásul szalonképes lett. Egy vállalat a következőt választotta reklámszlogennek. A fösvénység dögös. A mottóval eleinte nagy sikert aratott. Az emberek mohóságuk miatt lázba jöttek a lehető legalacsonyabb ártól. Később azonban ismét elvetették ezt a szlogent, nem csak azért, mert sok ember tiltakozott ellene, hanem azért is, mert mégsem volt olyan sikeres, mint ahogy gondolták. Egyszer csak elvesztette vonz erejét. Ám ez is csak azt mutatja, hogy a mohóság gazdagságunk motorja. Friedrich Zollhemmer azt hangsúlyozza, hogy az egyre több elismerés, gazdagság és hatalom utáni erőteljes vágyban a boldogság utáni vágyakozás fedezhető fel. Úgy véli, a vágy mögött az a félelem áll, hogy a pusztán csendes boldogságban az unalom, a mindig ugyanaz sivársága, a félholt megelégedettsége leselkedik. A vágy arra késztet minket, hogy keressük a boldogságunkat. Ám ha csak érzéki alakjában nyilvánul meg, mint több pénz és fogyasztás, több hírnév és hatalom utáni vágyban, akkor eltévesztjük a célt, amit a legmélyebben kívánunk saját életünk és társadalmunk számára egyaránt. Így tehát nem a vágy kiírtása a cél. Az a konkoly kitépésének felelne meg, amitől Jézus óva int bennünket a konkolyról és a búzáról szóló példabeszédében, azaz megsemmisítenénk a vágy jó oldalait a rossz oldalaival együtt. Ezért sokkal inkább az a fontos, hogy a vágy konkolyát vágjuk vissza, és a búza táptalaját változtassuk meg, hogy olyasmink legyen, ami nem csak a testünket, hanem mindenek előtt a lelkünket táplálja. Könyörögjünk! Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy e világi elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent fiaddal, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.